Köszöntöm Önöket, Kultúrpont című műsorunkat látják. Legendás Hegyvidék címmel nyílt új időszaki kiállítás a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galériában. A tárlat 500 év az 1470 és 1970 közötti időszak históriáit mutatja be fényképekkel, filmfelvételekkel, műtárgyakkal. A kiállítás megnyitón Pokorni Zoltán polgármester hangsúlyozta, ahhoz, hogy otthon érezzük magunkat lakóhelyünkön, meg kell ismernünk a történetét, történelmét. Legendák már pedig vannak, ezt bizonyítja a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria legújabb időszaki kiállítása, amely a Legendás Hegyvidék címet viseli. A tárlat 500 év, az 1470 és 1970 közötti időszak történelmi eseményeit mutatja be, műtárgyakkal, fényképekkel, filmfelvételekkel. Többek között a látogatók megismerkedhetnek Kossuth Lajos zugligeti letartóztatásának történetével, a Városkút legendájával, de megtudhatják azt is, miért normafa a normafa. De a világháborúról és a Hegyvidéki Gyermekköztársaságról is érdekes dolgokat találnak a Beethoven utcai gyűjteményben. A kiállítást megnyitón Pokorni Zoltán polgármester hangsúlyozta, fontos megismernünk a múltat, és ahhoz, hogy otthon érezzük magunkat lakóhelyünkön, meg kell tudnunk, mi történt itt. Ha fölidézzük a gimnáziumi olvasmányainkat, akkor talán emlékszünk Bulgakov Mester és Margarétája című regényére, ha nem is az egészre, de az elejére, ahol a 30-as évek Moszkvájában egy ehhez hasonló nyári forróságú poros, kietlen napon egyszer csak megjelenik az írónak, ki az író nevét azt elfelejtettem, hogy hívják a főhőst, megjelenik a sátán, ugye Volant képében. És Bulgakov le is írja, hogy a múltjától megfosztott nép, a múltjától megfosztott város a jelenlét poklába vetve ég. És hogy érezzük ezt a perzselő nyári hőséget és a kibírhatatlan forróságot, és a sátán megjelenése, Volant megjelenése, aki fölidézi a múltat, a megváltó történetét, a római prokonzult, a bíbor tógájú római prokonzult, mint a hűvös szellő végig söpörne a parkban olyan enyhítő fuvallat. A múlttal együtt lesz érhető az élet. A múlttól megfosztva néha pokoli sivárnak tűnik. És ezeket a történeteket, legendákat, elemeket azért kell átadni a gyerekeinknek, azért kell magunkban újból és újból felidézni, mert ettől lesz otthonná ez a lakóhely. Érhetővé, hogy érezzük, hogy nem csak éppen ide vagyunk vetve, hanem egy időbeli folyamban éljük az életünket, részei vagyunk valamilyen nagy történetnek, aminek az elemeit így-úgy föl tudjuk idézni, és tovább is tudjuk adni. Értelemmel terítődnek meg azok a töredékek, amiket napra nap látunk. Tehát halatlan fontos az életünk élhetőségéhez, minőségéhez járulnak hozzá, hogy ezt az időbeli folyamot, ezt érzékeltessük magunkkal is, a gyerekeinkkel is. Erre való az iskola, erre való a helytörténeti gyűjtemény, és ezek a kiállítások, még ha csak ilyen reflektor csóvaszerűen is világítanak be ebbe a múltba, de egy-egy ilyen fénypászmát, egy-egy ilyen csóvát látunk fölírva, és ezek valahol összeállnak és kirajzolnak körülöttünk egy teret, egy időbeli burkot, amitől az egész élhetővé, halatlan izgalmassá, kalandossá és boldog dologgá válik. A kiállítást hosszas gyűjtőmunka előzte meg, hiszen olyan históriákat és tárgyakat mutat be a kiállítás, amelyet ritkán vagy soha nem láthatott még a közönség. A műtárgyakat különböző galériákból és magánszemélyektől kapta kölcsön a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria. Többek között a Magyar Nemzeti Múzeum is hozzájárult a kiállítás létrejöttéhez. Ugye a legenda a cím, de ugye az a gondolat rajzolódott ki, amit előbb polgármester úr is említett, hogy ugye a múlt végtelen, a múlt ugyan végtelen, mint a jelen,
áttekinthetetlen. Ugye a múltból arra emlékszünk, amit történelemnek nevezünk, a történelem pedig az a része a múltnak, aminek jelentést tudunk adni. Tehát az emlékezés során jelentést adunk a múlt, a végtelen múlt valamilyen darabjának, és azáltal, hogy jelentést adunk neki, ezáltal jelezzük azt, hogy a számunkra fontos, hogy miért, milyen értékeket, milyen dolgokat emel ki a mi jelenlegi életünkből. És ez, amit itt ugye legendák a címe, és a legendának megvan a maga tudományos, precíz definíciója, hogy ez bizony olyan történetekről szól, amelyeknek nem minden eleme bizonyosan igaz. Itt azonban valójában történelemmel találkozunk, helyes a címadás, ugye a legenda és a valóság között szoros és nagyon érdekes kapcsolat van. Ugye bizonyos elemek mitikussá tudnak válni, miközben a közösség céljait szolgálják. Másokról pontosan tudjuk azt, hogy a mindenkori tudományos kutatás mit igazol belőlük, hogyan, miképpen. Ezek a legendák úgy működnek, hogy miközben tényekre hívják fel a figyelmet, amelyek tehát a történelem részei, ugye, és ugyanakkor pedig az érzelmeinket is meg tudják mozgatni, mert ez elképesztően fontos, amit az előbb is beszéltünk, ezek sok szálon keresztül az érzelmekre hatnak. Ugye a Kossuth Lajos téma közel áll hozzám, ugye Széchenyi, Eötvös, Jókai, ugye a 19. század nagy nemzedéke, akik megteremtették a modern Magyarországot, és lényegöző ez a hegyvidéki séta, mert ahogyan létrejött a modern Magyarországnak millió mozzanata, ehhez a környékhez kötődik. Ugye ezek az emberek, akik küzdöttek, harcoltak, megfogalmazták, átírták, kitalálták, fölépítették, azok néha, amikor már belerogytak a fáradtságba, ugye akkor ide jöttek föl ezek a fák között, ezeken a dombokon. Ugye a színészek, nők sztárolásait kezdődik, itt látjuk a gyönyörű piknikelést a Normafa oldalában, ugye Sódelné, Klein Rozáliát, hát azt úgy Podmanickék és a többi fiatalok, hát úgy imádták, hogy a Nyári Pál, ugye az ő nagy szerelme, ugye tehát úgy vették körül, mint ma egy igazi sztárt. És amikor a gyönyörű vérbükkfa alatt, ugye, amiről még egy fotó van ott, és hát sose fejtem, hogy gyerekkoromban, ugye, a gyerekszabánkban volt egy gyönyörű akvarellje Barabásnak, ugye, a Normafáról, ugye, ott alatta elénekelte Bellini Casta Diváját, ugye, Sódelné, és ezáltal ugye a színházi Normanap összetalálkozott a világ zeneirodalmának egyik csúcsával, és a szépségnek, a tájnak egy olyan találkozása, ami az ember sose felejti el. És bármahol előbukkan, akkor újra előhívják az emlékeket. Egyszer már valami gyönyörű hegyvidéki alkalommal talán, amikor a Barabás kertes volt, akkor meséltem egy emlékemet, és elnézést kérek azoktól, akik emlékeznek rá. Én gyerekkoromban meg voltam arról győződve, hogy a Normafa még létezik. És amikor aztán idősebb koromban azt olvastam, hogy volt egy ötlet, amikor kidőlt végképp, ez 1927-ben volt, akkor azt találták ki, hogy felemelik a fatörzset, leviszik a Margit szigetre, a messzes forrásokba, és beteszik, hogy ott petrifikálódjon, tehát váljon kővé a fa, és így őrizzék meg, ugye a pesti hegyvidék gyönyörű, ugye nyaraló világának ezt a csodálatos emlékét a jövő számára. A legendás hegyvidék című kiállításhoz múzeumpedagógiai program is társulni fog, jelentette be a tárlat megnyitóján Balázs Attila, a hegyvidéki helytörténeti gyűjtemény és galéria igazgatója. Akik figyelemmel kísérték a helytörténeti gyűjtemény eddigi kiállításait, azok tudhatják, hogy az elmúlt években főleg tematikus kiállításokat szerveztünk. Tehát volt például mozitörténeti kiállítás, iskolatörténeti kiállítás, vagy volt olyan, amikor térképek segítségével mutattuk be a hegyvidék múltját. Most szakítunk ezzel a sorral, és egy olyan kiállítást szerveztünk, ami 25 különböző témát mutat be, és tulajdonképpen egy 500 éves időkeret az, ami egy keretbe foglalja ezt a 25 témát. Most amikor pedig válogattuk ezeket a témákat, akkor meg tudatosan jártunk el, mégpedig úgy, hogy minden korosztálynak tudjunk múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartani, tehát például az óvodásoknak a Normafáról fogunk mesélni, vagy a Mátyás király által kiépített városkútról, a gimnazisták pedig a hegyvidéki irodalmárokat, vagy a második világháborús történeteket fogják feldolgozni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy felnőtteknek nem szól a kiállítás, hiszen meglehetősen alapos kutatómunkát végeztünk, tehát biztos vagyok benne, hogy mindenki fog újdonságot, érdekességet találni ezekben a témákban. És azért is említettem ezt a múzeumpedagógiai orientációt, mivel úgy gondoljuk, hogy ez a legendás hegyvidék, ez lesz a kiinduló pontja
vagy annak a együttműködésnek, melynek keretében megkeressük a kerületi iskolákat, és egy ilyen játékos tanúra keretén belül elviszük hozzájuk ezeket a legendákat, vagyis válogatást ezekből a legendákból, és megmutatjuk nekik, hogy legendák nem csak Szent Istvánhoz kapcsolódhatnak, vagy nem csak Anonymous gesztájában vannak, hanem itt a hegyvidéken is vannak legendái, vannak legendáink, amire érdemes emlékeznünk, érdemes őket továbbadnunk. És én úgy gondolom, hogy itt a helytörténeti gyűjteményben ez egy fontos feladatunk, hogy egyrészt a helytörténet iránt felkeltsük az érdeklődést, valamint fenntartsuk a érdeklődést a helytörténet iránt, és igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy a magunk szeletében a kerület kulturális életét illetően, hogy a itt lakók, az itteniek minél inkább magukénak érezzék a kerületet. A legendás hegyvidék című kiállítás egy éven keresztül tekinthető meg a hegyvidéki helytörténeti gyűjtemény és galériában. A jelenleg Moholy Nagyművészeti Egyetem nevet viselő intézmény egykori és jelenlegi oktatóit, hallgatóit mutatja be az a fotókiállítás, amely mit címmel nyílt meg a Barabás Villa galériában. Csipes Antal iparművész csaknem 3500 fotóból válogatott ki 650 darabot, amely egészen a kezdetektől 1890-től napjainkig 2011-ig mutatja be az intézmény belső életét. Mi címmel nyílt fotókiállítása jelenleg Moholy Nagyművészeti nevet viselő egyetemről, intézményről. A 650 fénykép válogatás az 1890-es kezdetektől egészen napjainkig 2011-ig. Az intézmény hallgatóiról, oktatóiról készült képek közül. A kiállítás anyagát Csipes Antal iparművész gyűjtötte össze, aki megnyitó beszédét Pogány Frigyes mondataival kezdte. Az emlékezés meglepően hasznos és ökonomikus. Elsősorban a múlt tanulságait őrzi a jövő érdekében. Ami egyes ember tudatában az emlékezés, az a társadalom számára a hagyományban megőrzött, a bölcsen megírt és érzékelhetően dokumentált történelem. Szerintem ennél jobban én se tudnám megfogalmazni ennek a kiállításnak a lényegét, amit 2007-2008 elején kezdtem el összegyűjteni, és amikor a Facebook beindult, tehát én 2008-2009-től vagyok a Facebookon, akkor kezdtem el felrakni anyagokat, és ennek hatására nagyon sok képet küldtek át nekem e-mailen, meg a Facebookon, és több száz kép jött össze. Tehát azt vettem észre, hogy fél év alatt 1500 ismerősöm volt, és ez napjainkra már 2800-at is meghaladja. Tehát ennek köszönhetően egy nagyon nagy anyag jött össze, tehát ez volt az egyik törzs anyag, amit a kiállításon látható. Ezen kívül még egy nagyon fontos két gyűjteményből kaptam anyagot, az egyiket a Golob József tanár úrtól, aki több mint 20 évig tanított a Iparművészeti Főiskolán. Ott, hát most pontosan nem tudnám megmondani, hogy hány kockát, de azt pontosan tudom, hogy a Pálfi György, ugyancsak az Iparművészeti Főiskolán oktató tanár, közösen a 3500-4000 kockát kaptam. Tehát ezeket mind be is vannak digitalizálva, de ezeknek természetesen csak egy része van fent a Facebookon. Körülbelül 3500 kocka, és itt 650 kockát lehet végignézni. Tehát ha bal oldalon a fenti karzaton elindulunk, akkor a kezdetek 1890-es évektől haladunk a 70-es évek végéig, és lent ugyancsak a lenti részem a 80-as évek elejétől indul, és a 2011-ig zárul a fotóanyag. A kiállítás anyagából fotóalbumot is készítettek, amelyet Schrammel Imre mutatott be a közönségnek. Schrammel Imre az egyetem egykori rektora elmondta, csak nem fél évszázadot töltött az iskolában, ezért igen sok képet felismer. Én viszonylag hosszú időt töltöttem az iskolában, több mint egy fél évszázadot folyamatosan ott voltam. Növendékként, aztán végigjártam a tanári szamárlétre, hát egész a rektorságig, és mint rektor hagytam ott az intézményt, mentem nyugdíjba. Tehát itt a bemutatott fotók
közül rengeteget megismerek, és egy kicsit ugye nosztalgiával emlékszem vissza, hogy voltunk mi azért nem csak ilyen barázdás arcú öregek, hanem valahol deli ifjak is, és aztán hát az idő, ahogy halad, változnak, és új emberek jönnek be, új emberek lépnek be. Még valamit, hogy a főiskola, vagy az intézmény maga, tehát most ugye éppen egyetem, az a növendék szempontjából úgy néz ki, hogy 5 évente neki az a időszaka döntő. Ő azt ismeri, és arra emlékszik vissza. Mikor meglát egy ilyen fotókiállítás, vagy főképpen ennek az album kiadványát, akkor nyilván neki is eszibe jut, hogy jé, hát előtte is voltak azért, sőt utána is éltek még emberek, és az az intézmény, aminek ő ekkor és ekkortól volt a tagja, az ilyen féleképpen változott. A Kossuth Díjas keramikus művész hozzátette, ez a fotóalbum nagyon nagy jelentőségű az intézmény számára. Egy főiskolának, egy később egyetem, aztán most még névváltoztatással a Moholy Nagy Művészeti Egyetemmé váló intézménynek, ez egy nagyon hosszú időszaka. És itt a fotók lényegében a kezdetektől kezdve, tulajdonképpen az aktuális mai napig tartalmazzák azokat a érdekesebb jeleneteket, de főleg a személyiségeket, akik közül már sajnos nagyon sokan nincsenek köztünk. És ilyen módon egy intézménynek mondjuk egy ilyen összefoglaló, hát ezt ne nevezzük évkönyvnek, hanem inkább fél évszázad könyvének, az rendkívül fontos. Amikor alakították és alapították, akkor ez egy úgynevezett szakipari vagy műiparos képző szakiskolából, Országos Magyar Iparművészeti Iskolából lett felsőoktatási intézmény. Ez egész pontosan 48-49-ben történt, és akkor úgy nézett ki, hogy ez egy modern képzőművészeti természetű iskola lesz, még nem a révai, az akkori kultúráért felelős, ugye nagyhatalmú pártember, utasította az akkori főigazgatót, Schubert Ernőt, hogy állj, nincs semmiféle modern képzőművészkedés meg egyéb, hanem iparművészetre kell átállni. Na most akkor tudni kell még azt is, hogy az iparművészet az a szovjet kultúrpolitikai meghatározás szerint azonos volt a népművészettel. Úgyhogy az első időben egy ilyen népművészeti központú oktatás volt, amit egy képzőművészeti irányultságú oktatás váltott fel, ezt követte Pogány Frigyes időszakában az építészet központuság, majd utána körülbelül az a lényegében a rendszer változás előtti időben átváltott az ipari formatervezés időszakává, még nem most a kommunikáció, tehát a vizuális kommunikáció az a sláger meghatározója az intézménynek. A Mi című fotókiállítás július 11-ig látogatható a Barabás Villa Galériában. Elindultak a nyári programok a MOM Kulturális Központ kertjében. A filmbarátokat mozikerttel, a világzene kedvelőit pedig MOM Jazz kerttel várják, és új programsorozatként elindították a MOM Klassz kertet. Minden csütörtökön este 7 órakor magyar és külföldi zenekarok adnak klasszikus zenei koncerteket. A koncertsorozat első fellépője a Hegyvidéki Solti György zenekar volt. A MOM Kulturális Központ nyáron is várja a látogatókat. A filmkedvelőket minden szerde este mozikerttel várják, a világzene kedvelői jazzkerttel, míg a komoly klasszikus zene kedvelőit pedig MOM Klasszkerttel várják. A nyár folyamán 3 sorozatot indítottunk útjára. Évek óta megy a mozikert. Azt gondolom senkinek nem kell bemutatni a tévénézők közül. A MOM Klasszkert, ami egy új sorozatunk, illetve a MOM Jazzkert, ami idén már a 4. alkalommal kerül műsorra. Ezen kívül van még a Szabadpolc elnevezésű rendezvényünk, ami minden szerdán a mozikert előtt van, kint a Sirály sétányon, illetve van egy MOM Zenés Piknik nevezetű sorozat, ami kifejezetten a gyerekeknek, babáknak szól. Ez nyáron 2 alkalommal lesz. A MOM Klasszkert koncertsorozat első alkalmával a Hegyvidéki Solti György zenekar lép
lépett fel. Egy olyan válogatást csináltunk, amelyben részben szerepelnek az évad során előadott darabok, ugye mi itt a Hegyvidéki Solti György zenekarra rendszeresen fellépünk a színházteremben is, meg a kupolateremben is, tehát lesz például olyan Grieg kis ciklus válogatás, amelyet teljes egészében előadtunk a kupolateremben, mert hogy tavaly volt például Grieg év, de szerepel majd egy Philipp Emanuel Bach szimfónia részlet is, amit szintén korábban előadtunk, de lesz újdonság is, például befejező számnak választottunk egy a tangó világát megidéző Piazzolla számot, vagy például szintén némileg újonnan tanultuk a Nyár című hegedűversenyt Vivaldi négy évszakjából, ezt általában nagyon szereti a közönség, vagy cél volt, hogy népszerű darabokat is beépítsünk a műsorba, ott a hangversenymesterünk Bolla Milán fog szólózni, de ezen kívül játszunk Mozartot is, lesz egy Purcell darab is, úgyhogy színes műsorig érkezik, én azt gondolom. A Hegyvidéki Solti György zenekar a Solti György Zeneiskola egykori és jelenlegi művész tanáraiból áll. Az egy órás ingyenes koncert alatt népszerű darabokat játszottak. Angol barokk muzsika után következzék egy kis olasz barokk zene. Hogyha közvéleménykutatást készítenénk a legismertebb hegedűversenyekkel kapcsolatban, biztos, hogy Antonio Vivaldi négy évszakja valahol az első három között szerepelne, de szerintem az aranyminősítést is megkapná. Valóban Vivaldi ezzel a hegedűverseny ciklusával végérvényesen beleírta magát a zenetörténetbe, és ebből a négy évszakból természetesen adekvát módon most a nyarat fogjuk eljátszani. Azonban kérdés, hogy Vivaldi szerette-e egyáltalán ezt a nyarat, mert hogy mi szeretjük ezt a zenét, az nem kérdés. Nagyon különleges, hogy például a tavasz című évszakban csupa-csupa pozitív dolog történik. Csiripelnek a madarak, ébred a természet, mindenki rettentő boldog, de ha a nyár után következő évszakot nézzük, ott is a szüreti mulatság, a vadászat izgalma, amelyet a zene hangjaival megfest Vivaldi, azonban mintha a nyáron csupa rossz dolog történne. Egyrészt rekkenő hőség van, soha egy pillanatnyi enyhülés, ezt a kikasztó meleget fantasztikusan ábrázolják majd a zenének ezek az álló, nagyon lassan mozduló akkordjai, és a madarak éneke is mintha olyan búsan hangzana. Halljuk majd először a kakukkot, aztán jön a fülemüle, majd pedig a gerlének a bús panaszos melódiája. A második tételben a vízpartra látogatunk, de ahelyett, hogy a fürdőzés örömeinek hódolnánk, bosszankodunk a szúnyogok és mindenféle rovarok miatt. Ezt a mozgás majd a hegedűknek a nagyon apró, finom, lassan történő kis percenő mozgásai fogják kifejezni. És persze közeledik a vihar, a harmadik tételben pedig kitör a vihar jégeső, mennydörgés, villámlás, fantasztikusan virtuóz passzázsokkal. Szólistánk pedig zenekarunk hangversenymestere, aki egy pillanatra most kiment, mert hogy szólistaként érkezik vissza hozzánk. Köszöntsék nagy tapssal Bolla Milánt!
Mom Klasszkert a nevében is benne van, a klasszikus zenei koncertek. Minden alkalommal 7 órakor kezdődnek, szóval kora este. Most még gyönyörű napsütésben kezdünk, a végére még nem fog besötét érni, de az lesz nagyon hangulatos, amikor már így nyár vége fele már sötétedik, és egyszerűen a zene meg a fények úgy fognak alakulni, hogy egyszerűen hihetetlen csimboraszót fognak alkotni. Klasszikus zenei koncertek, mind egészen a reneszánsztól a modern zenéig, Sostakovicsig, illetve 6 zenekart sikerült megnyerjünk. Elsőként ugye a Solti György kamarazenekart, ami a Hegyvidéki Önkormányzatnak a zenekara. Aztán lesz a Budavári kamarazenekar, lesz az Anima Musicae kamarazenekar, és őket követően pedig 3 külföldi, félig meddig külföldi lesz a Tokyo Budapest Ensemble, a Berkshire Youth Orchestra, illetve a Thames Youth Orchestra. Természetesen az összes nyári programunk díjtalan, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk. Kultúrponttal legközelebb egy hét múlva szerdán este 8-kor jelentkezünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!